A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat a kezdőkörben a Fehérvár Televízió Média Centrum sportos kibeszélő műsorában. A viszonylag új szignálunkról most az jutott eszembe, hogy nagyon nem mindegy a sportban, hogy kinek a kezében van a kontroller, vagy az irányítás, ha úgy tetszik. Meg az is, hogy mennyivel könnyebb, amikor az ember otthon játszik a számítógépen, akár ilyen játékokat, mint itt látható a szignálban, vagy mondjuk Football Managert, és maga dönt mindenről, keretről, játékos értékről, kitűzött célokról, és aztán esetleg csak hátradőlve várja, hogy az erőfeszítések milyen eredményt hoznak. De aki ezeket próbálta, főleg a Football Managert, az nyilván tudja, hogy ez sem olyan egyszerű, még akkor sem, hogyha csak játékról van szó. És nyilván a jó döntéseket meghozni, az mindig utólag derül ki, hogy valóban megtörtént-e. Hát nyilván a fehérvári sport és a videóton, illetve a fehérvári labdarúgás kapcsán fogunk majd most erről beszélgetni olyan személyekkel, akik érzelmileg vagy egyéb módon érintettek, például a Football Managerben, hiszen itt van velünk Ajzer Tamás barátom, kollégám, a sportál.hu szerkesztője, többszörös Sziasztok. Bajnok és BL győztes és világbajnok és nem tudom mi minden Football Managerben. Farkas Szilárd, aki teniszes pólót vett fel, mert azt hiszi, hogy teniszről is fogunk beszélgetni. Szerintem nem, de majd kiderül. Fogunk. És az új szezonban először Juhász László, aki azért persze nem először vendégünk itt a kezdőkörben. Szia Laci, köszöntelek. Sziasztok. Önkormányzati képviselő, a Videóton Baráti Kör Egyesület elnöke. Én csak annyit közbebőknék, hogy benne vagyok egy ilyen közösségi csoportban, ahol a Football Managerről számolnak be játékosok, és ott valaki most épp a Videóton Baráti Kör csapatát próbálja NB3-ból NB2-be juttatni. Nagyon kemény. Melyik a nehezebb vajon, a pályán vagy a játékban? Hát fölteném a kérdést akkor annak, aki mondjuk benne van ebben a Football Managerben, én nem nagyon ismerem őszintén szóval a játékot, hogy sportigazgatót is nevezele ki, amikor egy csapatot fel kell építeni, és onnantól kezdve az ő felelőssége, hogy mi történik a csapattal. Ha lehetne se nevezni ki. Hát igen. Könnyebb dolgod van. Nyilván megszabhatod a hatásköreit. De az életben nyilván nem az edző. Igen, ha valakinek a kezében van a kontroller és a billentyűzet, az nyilván érezheti magát Istennek, vagy legalábbis minden játékos és minden történés urának. De hát a példa itt Fehérváron azt mutatja, hogy néha még azt is nehéz meghatározni, hogy valójában ki a főnök. A legutóbbi adásunk óta történt, ugye, hogy Juhász Roland sportigazgató először benyújtotta lemondását, amit azóta elfogadtak, és amikor tárgyaltuk még a múlt héten, hogy az ESMTK elleni kupa kiesésnek milyen személyi következményei lesznek, akkor nyilván mindenki arra gondolt, hogy hát az edzőváltás az, ami ilyenkor megtörténhet. Jelen pillanatban az a helyzet, hogy most az nincs, aki leválthatná az edzőt, hiszen ugye Juhász Roli a sokszoros fehérvári vidis kötődéssel rendelkező korábbi kiváló játékos, aki a klubban azóta is több szerepet betöltött, vagy több pozíciót, ő maga lett az első áldozat, ha lehet így mondani. Hát a tulajdonos egyébként leválthatná. Hát a tulajdonos mindenkit leválthatna, de a tulajdonos nem váltotta le a sportigazgatót sem ebben az ügyben. Nagyon-nagyon speciálisan Fehérvárinak tűnik ez a történet, ilyen értelemben. Titeket mennyire lepett meg ez a dolog, mármint az, hogy az első távozó az végül is a sportigazgató lett egy olyan helyzetben, amikor a csapat szereplése megint ugye sok kritikát von maga után. Na, kit lepett? Most már utólag mindenki mondhatja, hogy én tudtam. Engem meglepett, hogy csak Roli. Sokkal kevésbé lett volna meglepőbb, hogyha csak Bartosz Zselák, vagy hogyha kéz a kézben küldi el őket, Garancsi István, hogy volt már erre korábban példa. De egyébként az érdekes, hogy kim voltam ezen a hétvégi meccsen is, az Zalaegerszegeden 3-3 alkalmával is, ezúttal is csak Garancsi István felé szokásos jelzés érkezett a lelátóról a szurkolóktól, és egyelőre még én nem hallottam a szurkolóktól olyat, mint annak idején például Szabics Imre felé, hogy
akkor jó lenne, ha elgondolkozna. Egyelőre ez még nem jött, és erre lehet, hogy Laci tudja mondani a választ, aki jóban van a szurkolókkal, hogy ő bennük még él a türelem, vagy egyszerűen arról van szó, azért nem akarják mondjuk Bartos Zselák távozását, mert sokkal nagyobb problémának látják mondjuk Garancsi István személyét. Hát mielőtt Laci megszólbocsát, hogy elragadom a lehetőséget, azt azért mondjuk el, és ezt majd te is megerősíted, hogy lehet, hogy a lelátón nincs ilyen hang, de én azért olvasgatom a például a... Most a lelátóról van szó, szóval az, hogy a Facebook huszárok nem, mit írnak. Nem, a Facebook, nem, pont azt mondtam, hogy a VBKE fórum, ami azért a Red Bull Reviews-ben és egyéb szurkolói csoportokban aktív emberek vannak jelen, lehet, hogy nem az összes, meg nyilván ez sem egy reprezentatív minta. De ott azért nagyon erős a kritika a vezetőedző felé, már hónapok óta. Megint mondom, ez az utólag mindenki okos, tehát most mondja mindenki szeptember végén, hogy már a nyáron se kellett volna meghosszabbítani, meg hiba volt Juhász Rolitól például, életbe léptetti ezt az opciót Zselák szerződésében. Hát álljátok, ez nem opció. Hát igen, ezt nem tudjuk, hogy valójában mi volt ebben a szerződésben, de akkor tényleg Laci véleménye meg tapasztalata érdekel, hogy most például az ultrák, akik változatlanul a pályán, a nézőtéren ott vannak a csapat mögött, mennyire kritikusak, vagy ti hogy látjátok azt, hogy itt valójában kinek a személyi felelőssége merül fel? Én az edző személyre azt gondolom, hogy ha konkrét támadási felület felől megyünk, hogy miért vagy miért igen, vagy miért nem, én azt gondolom, jól el tudta adni magát. Tehát az egyik az, hogy szerintem jól kommunikált a szurkolókkal eddig, jól eladta magát, tehát ez az egyik oka ez. A másik meg tényleg, hogy valamiért itt azért a szurkolók a Garancsira, vagy az ultrák is a Garancsira vannak kihegyezve, ez a videótan névváltás óta ez látható szerintem. És ennek a kettős... Azóta még Európai Liga csoportkörben volt, is voltunk. Igen, volt, de ez a kettőnek az ötvözete ez. Tehát, hogy én is, ha higgadtan értékelsz és nézed, akkor meglepő, hogy ezt a minden idők, majdnem mondhatom ezt, hogy minden idők legrosszabb edzője ellen nincsen úgymond még népharag. Szerintem ez furcsa, szerintem is. Miben nyilvánul meg ez az eredmény sorára mondod, hogy... Hát igen. Kim van egyébként a statisztika. 18% volt múltkor, igen, azt hiszem, amit lehoztak az elmúlt 6 vagy 7 edzőnknek mélegét vonták össze, benne, ugye? Benne van Nikolic, Carillo, 6 edző biztos volt, Boris, Szabics, Márton is benne van, így van, 20, és igen, és tök érdekes, hogy mindegyiknél gyengébb, és mégis tehát azért Husztival szemben is sokkal inkább lehetett hallani. Mindenkivel szemben volt. Szabics ellen meg aztán... Márton Gábor és az akkor hol volt még a csapatunk? Na még persze. Ugye hát fok és fokozat, akkor ugye jöttünk lefele, most lejöntünk a padlójára, és volt egy harmadik indok, bocsánat, azt elfelejtettem mondani, tehát a kettőt mondtam, a harmadik az, hogy azért azt láthatjátok, hogy az RBD alapvetőleg itt most évek óta abba az irányba megy, hogy tényleg nagyon ritkán kritizálni értelemben a pálya fel, akár a játékos, akár a csapat fele, tehát ezt a pozitív kisugárzást próbálja a stadion fele is terjeszteni, és a saját körébe, tehát ez a három együtt, nem a kettő rosszul mondtam, az a harmadik nagyon fontosnak mondtam, és már annyira pozitív szerintem, hogy néha lehet, hogy tényleg erőteljesen megnyilvános kell. Szavazást kell tartani a lelátó, gyerekek, kritizáljunk, kinek, ki van mellette, ki van ellene. Bocsánat, Szilárd, mindjárt, hogy önmagában így soroltuk a neveket, most így hirtelen próbáltam, utána 4 éve voltunk a csoportkörben a Chelsea meccs, vagy 3, mikor volt, amikor az Ülői úton játszottunk, 19? Még a COVID előtti... 18. Nem, az 15 éve volt. 5 éve volt. Jó, de azt követően, 18 ugye, azt követően a szezonban ugye Nikolic még elkezdte a munkát, tehát körülbelül 4 évről beszélünk, ami alatt itt most gyakorlatilag összeszedni se tudtuk. Tehát, hogy azért valahol egy klubot is minősít, hogyha egy Európa Liga csoportkörös történelmi pillanattól kezdve Carillo, Márton, Szabics, Huszti, Boris, Zselák, ha jól számol, ez a 6. edző. Szalai, mint idéglenes, igen, tehát hogyha nagyon úgy veszem, akkor 7 edző 4,5 szezon alatt. Ez egy olyan klub képét mutatja, ami szerintem nem csak komoly bajnokságokban, még egy tuti kis csapatnál is nem beszélve komolyan. És a sportigazgatót is, akkor most tedd a sportigazgatót számára. Ne haragudj, de azért mi a Szilárddal tudnánk erről mesélni a Manchester United esetében. Más célok, más nagyságrend. Már is kötöttünk. Én azért mondom, hogy az a falusi csapatokról beszéltek. Alkalmat. Igen, csak nem mindegy, hogy egy klubnál nem bizonyul megfelelőnek egy választás, vagy bedobálnak random olyan neveket, akikről előtte se tudta senki, hogy valójában milyen edzők, meg mire kép. Hát egyébként a Zselákról se tudtuk, hogy milyen edző, meg mire képes, viszont a Laci mondott, hogy nagyon fontos, hogy ugye a mondandójában a pozitív kisugárzás
volt az, amire azt akarom rákötni, hogy Zseláknak ez megvolt, hiszen amikor idejött, most már nincsenek ezek a posztjai, de amikor idejött, folyamatosan posztolta, hogy én itt vagyok, itt van a stadion, ahol dolgozom, ide megyek már minden reggel, és jókedvű vagyok, nagyon szeretek itt lenni, szeretem a csapatot. Tehát ő hozta azt a fajta kisugárzást, ami egyébként a szurkolónak fontos lehet, hiszen egy bizonyos kötődést mutatott a csapat és a játékosok irányába, a Fehérvár irányába, és ez szerintem a mai napig nem változott meg nála, csak éppen az változott meg, hogy nem jöttek az eredmények, ezért nyilván a negatív megnyilvánulásokat nem fogja kiposztolni, hogy milyen jó, hogy még mindig itt lehetek ebbe a csodálatos környezetbe, és süt a nap, meg kék az ég, meg tök jó. Milyen jó, hogy még annyira nem tudok magyarul, hogy mindent értsek, amit a lelátók jól. De egyébként tényleg egy nagyon pozitív kisugárzású edzőről, emberről beszélünk, hogy miért nem jönnek az eredmények, arra pedig kicsit térjünk rá most. Érdekes kérdés, ez a jól elotta magát. Egyébként tényleg, tehát az emberek az volt a benyomása, hogy itt van ez az edző, és hogy egyébként tényleg próbál mindenkivel kommunikálni, tényleg az első pillanatok ez egy ilyen nagyon nyitott személyiségnek tűnt. Amikor, tehát gyakorlatilag az első sajtótájékoztatójára, amikor bejött, akkor már magyarul köszönt, tehát hogy egy végtelen szimpatikus ember, és lehet, hogy picit ez volt eddig a baj, hogy túlságosan szimpatikus volt. De én most elkaptam egy fél mondatot a hétvégi mérkőzés után a MIG zónában, ahogy nevet nem mondok, de az egyik játékos mesélte egy off record, tehát hogy nem hivatalos interjúban, nem kamerában, egy újságíró kollégának, hogy viszont a hét eleje óta, tehát az SMTK vereséget követő első edzés óta, nem csak, hogy egy kicsit szisztémát váltott a vidé, mert a hétvégén ugye ez a három belső védős rendszerrel állt föl, de hogy Bartosz Zsalák elkezdett sokkal keményebben bánni a játékosokkal, és ez lehet akár még hozhat egyfajta fordulatot is, mert azért én nem tudom, hogy Laci erre ráerősít, vagy megcáfol, hogy én a hétvégén az utóbbi idők az egyik legharciasabb Fehérvárját láttam a pályán, ami nyilván zárójel, egy komoly kritika egy ilyen klubnál, hogy erről beszélni kell, hogy harciasság. Pront az előbb még ezt akartam mondani az edző esetében, hogy a szurkoló mit szeret, hogy azt látja, hogy a pályán küzdeni tudás van, és kraft van, és mennek, és harcolnak, és bár tény, hogy az Zete elleni meccs második fél évben volt talán ez a legdominánsabb, és volt ellenpélda is az elmúlt meccseken, de hogyha az elmúlt 10 meccsnek az egészét nézzük, akkor én azt véltem fölfelezni ez a meccsek többségében, hogy ez a harapni, tehát a játékosok részül, a küzdeni tudás, az akarás azért a több döntő többségében megvolt, volt persze erre ellen példa, de többségében ez megvolt. De ilyenkor jön akkor elő, hogy van egy jó kraft, jó ember, esetleg jó tréner, jó motiváció, már új tréner, hogy motivációs tréner, de lehet, hogy nem jó szakember, mert ehhez a harapáshoz, a küzdéshez, az agresszivitáshoz nem tudja hozzátenni azt az eredményességet, amit ki kéne hozni. Ezért dolgoznak nyilván komplex stábok manapság már minden futballklubnál, mert máshol is előfordulhat, hogy a kirakatban álló, a sajtó felé nyilatkozó, a klubot képviselő vezető edző valami olyasmiben jó, amihez kell egy másik kolléga, aki pedig szakmailag rengeteget hozzátesz. Még a pozitív imidzshez azt akartam mondani, nagyon telibe találtátok ezt, és Laci, érdekes, hogy nem tudom, például polgármester úrral szoktál erről beszélni. Tegnap vettünk fel egy beszélgetést vele, amit majd csütörtökön lehet látni itt a Bajnokok városában, és ő is pont ezt említette a Vidi kapcsán, hogy ő ugye nagyon sokszor elmondta más klubok kapcsán is, hogy legyenek igazi fehérváriak, éljenek itt a légiósok, lássuk őket a városban, lehessen velük érintkezni a polgárok, a szurkolók, érezzék úgy, hogy tényleg egy köztük lévő emberekből áll ez a csapat, és hát, hogy Bartosz Zselákról mondta, hogy ő ez megkérdőjelezhetetlen, hogy magyarul tanul, hogy a városban sétál, hogy pozitív a kisugárzása a város irányában, amit tök szép és jó nyilván, tehát hogyha Fehérvár címeres kispárán alszik, az meg ennél is szebb dolog lenne, nem tudjuk. De ha a csapat vele 18%-os eredményességgel áll most már azért nem rövid idő után, akkor azért felmerül a kérdés, hogy ez milyen mentővet dob neki, hogy egyébként egy aranyos ember. Meg kell kérdezni a szurkolókat, hogy mi a fontosabb, hogy itt él a városban, és közben a Vidi a kiesés ellen küzd, vagy esetleg a fővárosból jár le dolgozni Fehérvárra, és mondjuk a bajnoki címért harcol az együttes. Itt él a városban is eredményes, tehát nekem ez is... Vízlépcsőt és demokráciát mondta adott egyébként idejön. Egy valami nem változott, most ugye nagyon hosszú idő óta sajnos arról kell beszélni, hogy milyen eredménytelenségi sorozatban van a Vidi. Egy valami nem változott az előző szezon óta. Eltelt már jó néhány mérkőzés, egy győzelme van a csapatnak. Az nem változott, hogy a 9.-10. pozíciót foglaljuk el folyamatosan.
Hát nyilván ez a mezőnynek is köszönhető, de azért az... figyelmeztető jel, hogy most már majdnem minden csapat tudott úgy váratlanul, vagy egy változás után meccset nyerni, ugye a Kisvárda is, a Mezőköves most éppen. Tehát azért abban nem nagyon lehet bízni, hogy majd lesz kettő rosszabb. Vagy hát lehet benne bízni, csak erre nem lehet fölépíteni pont, egy szezon. Pont ezt akartam mondani, hogy azért az nagyon ritka az NB1-ben is, hogy egyébként. Bár ha körbenézünk az európai top bajnokságukban, akkor látunk most olyat, hogy a Brighton top 3-as, hogy a Reims vezeti a francia bajnokságot, hogy az évek óta vergődő Stuttgart ott van a top 3-ban a Bundesligában. A Leverkusen nagy csapatot épít egyébként. A Leverkusen az elmúlt években is a Bundesliga elitjéhez tartozott, akkor a Girona jelenleg azt hiszem második vagy harmadik a spanyol bajnokságban. Nálunk most az a helyzet, hogy két újonc villogott az élen, ugye az MTK és a Diós Győr. Jól is futballoznak szerintem, jól is erősítettek, úgyhogy ilyen szempontból ez most egy nagyon kemény bajnokság lesz, mert eddig azért mindig úgy volt, hogy legalább az egyik főjutó, mondjuk egy a tavalyi évben épp a Vasas, azt tudtad mondani, így mondjuk október, november dereká, hogyha nagyon nagy fordulat nem következik be, akkor megvan az egyik tuti kieső. Most ez nincs, mert a két feljutó gyakorlatilag, most nem azt mondom, hogy páholyból, mert nagyon az elején vagyunk, de jelen pillanatban nehezen tudom elképzelni, hogy a szezon végén vagy az MTK, vagy a Diós Győr kiessen. Na így viszont óriási a csata azok között, a csapatok között, akik lehet, hogy azt gondolták, hogy úgyis van kettő gyengébb. Most jelen pillanatban nincs ez a kettő gyengébb, vagy az a kettő gyengébb, az két olyan csapata, amelyik mondjuk évek óta stabilan az NB1-ben szerepel. Nyilván nehéz ezt még most így jósolni. Nem tudom, például most így a fogadóirodáknál lenne érdemes megnézni, hogy milyen pénzt fizetne. Ha én most arra fogadnék, hogy mondjuk az MTK-nak egyébként kiesési gondjai lesznek, tehát mondjuk az utolsó három hely egyikén fog végezni. Ugyanakkor egyáltalán nem mondom azt, hogy ez nem egy lehetséges forgatókönyv. Tehát nagyon-nagyon az elején járunk. Elkaphatja a flow egy csapatot. Persze a Kecskemétre egyébként arra is sokáig mondtuk, hogy jó, hát most egy kicsit még vitézkednek, aztán majd utána úgyis, sőt az elejétől mindenki kieső jelöltként kezelte őket, mielőtt ezüstérmesek lettek aztán. Szóval valóban ez van, amit te is mondasz, hogy itt egyetlen csapatra se lehet legyinteni. És akkor megint visszatérhetnénk ahhoz, amiről egyébként két adással ezelőtt, mikor itt ültél, beszélgettünk, ugye Mátai Balázs, hogy hol van a Vidinek a kerete valójában ebben a mezőnyben, mire jogosít fel az a játékos állomány, amely lehet, hogy kaparni meg küzdeni tud, de talán az a fajta szakmai biztosság, ami egy jó edző által jöhetne, nincs mögétéve, vagy pedig akkor valóban az állomány korlátozott képességű, mert hogyha itt akár Pakshoz, akár Kisvárdához, Mezőkövesthez, nem tudom milyen csapat jön még szóba, akikkel nekünk majd ott vélhetően küzdeni kell a 8. hely alatt, ezekhez viszonyítjuk, hol van valójában a Vidi. Tehát most kijelenthetjük-e, hogy ha történne egy edzőváltás, és végre valahára beletalálnánk esetleg egy szakmailag megfelelő edzőbe, akkor nem kell aggódni, mert amúgy a játékos állomány tök alkalmas rá, hogy az első 6-ban legyen. Én merem azt mondani, hogy jobbak vagyunk, mint tavaly. Ez a jobb csapat, jobb kerete van. Most játékosokat egyesével nézve, tavaly ugye egy lefele szállóákban levő játékosok voltak, kiégett játékosok voltak, megújítképpen játékosok voltak. Sok elment, így van. De ezért volt a tavalyi, ezért mondom azt, a tavalyinál most erősebb keretünk van, mert azért lássuk de nézd meg a Négót is. Hát mit játszott a válogatottban? Szenzációs, hogy focizott itt nálunk, meg a tavassza végig már ilyen, majd mondhatom, hogy szalidizett például. Csapatában fölhúzta, igen. Tehát Európa a legjobb, a 7.-8. bajnoksága, a francia, igen. És abban hétről hétre Lőhában kezdő. Tehát én azt gondolom, hogy nem rossz ez a keret. Én nem tartom abszolút rossznak. Én még a középmezőnyre is, mindig optimista vagyok, de a középmezőny is jónak tartom. Az előbb mondtad, hogy ugye én az első kettő helyzet esetében azt mondom, hogy már szinte lehetetlen kiesünk, mert lassan összegyűjtöttek annyi pontot, amivel biztosan nem maradnak. Tehát, úgyhogy már ott kevéssé képzelem el. A mi esetünkben viszont van megint az a pszichés hatás, pont mondjuk Mezőkövesd jön, ugye? Igen, vasárnap. Hogyha, Kisvárda. Vagy Kisvárda, bocsánat, rosszul mondom. Kisvárda, de felcserélt pályaválasztás. Igen, most lejátszunk itthon a gyep miatt, igen. Ami biztos abban, hogy ha győzünk, akkor se tudunk ugrani már a tabellán, mert kezdünk lecsúszni, lemaradni a pontokba. Tehát az a pszichikai lélektani hatás, egy győzelem nagyon-nagyon-nagyon kéne, főleg hazai pályán, hát az utolsó, az a legerszeget nem tudtuk megverni, akkor itt akarjuk megverni, téma jön. De itt van az, hogy ha győzöl, akkor is pszichikailag ott vagy a tabellán, nem tudsz elmozdulni, mert kezdesz lecsúszni. Hát ez nem is győzelem. Mert megmondani, mi van vasárnap. Mennyire erős a magyar NB1, hogy egy kupa induló Zalaegerszeg, az ugye úgy jött ide most Fehérvárra, a 7. forduló van, hogy utolsó. Nyilván ez a 12 csapatnak is
a 12 csapatos bajnokságnak is köszönhető. De egyébként én föltettem Bártos Zseláknak ezt a kérdést, hogy hova való a videóton. Hát nyilván mondta, hogy előrébb, de jelen pillanatban egyébként ez nekem nagyon tetszett, azt mondta, hogy ezt a pozíciót érdemeljük meg. Tehát, hogy ez egy tehát nem kezdett el, én nekem ez még szimpatikus benne, nem kezdem magyarázkodni. Tehát, hogy én szerintem gyakorlatilag szóba se hozta volna a Fiola kiállítását. Most nem tudom, van egy új szabály, hogy a hazai pályán játszó védőt ki kell állítani, hogyha földbe rúg a támadó, tehát én nem tudom, mindegy, de hogy nem biztos, hogy szóba hozta volna a kiállítás, hogyha nem kérdezünk rá. A Zalai Hírlapban érdekességében ma láttam, hogy reggel pont, hogy nyilatkozott a csávó, a szöbetűs. Szendrej nyilatkozott, hogy... De nem az a Szendrej, aki itt volt nálunk? Nem tudom, olyan nagy maradandót nem alkotott nálunk, az biztos. Hogy nyilatkozott arról, hogy csodálkozott, amikor visszanézte a videófelvételt, hiszen egyértelmű ütés kapott a lába. Tehát egy nagyon furcsa ez, hogy most vagy ennyire álszent a pali, vagy pedig tényleg nem tudom a... De nekem az is furcsa eleve, hogyha már szóba hoztad, hogy van egy visszajátszás, állunk percekig, annál egy külön bőrlex volt a második fél idő, igen, a maga nemében, hogy mindent varrosztunk, mindent vár, és nem 10 másodpercig, hanem 1-2 percekig, hogy gyakorlatilag valamiért így döntött a sportja. Én nagyon kíváncsi lennék, hogy mit láthattak tényleg valóságban, mert amit mi látunk felvételeket, abból egyértelműen azt tűnik, hogy hozzá se nyúlt, érted? Valószínűleg nem annyira egyértelmű. Én most minden rossz indulat nélkül, bár Tomival beszélgettünk erről, hogy még az is, én legalábbis még elképzelhetőnek tartom, hogy ez valamiféle kompenzáció, de mondjuk, hogy nem. Ugye egy alapelv minden játékban, nem tudom, hogy fociban is ki van-e így mondva, kosárlabdában biztos, hogy lehet videózni, de az iránymutató a pályán hozott ítélet. Az csak abban az esetben változtatják meg, hogyha nagyon egyértelmű igazolása van annak, hogy meg kell változtatni. Ez a felvétel bármilyen szögből kockázva az volt, hogy lehet, hogy azt mondta a VAT 2 a varkocsiban, hogy hát, hogy most vagy találkoztak, a vagy VAT nem. A VAT 2 nem volt a varkocsiban. Vagy nem, vagy a VAT 2 volt a pályán. Ja, bocsánat, ő volt a pályán, akkor a VAR szobában. Az a következő, megvárjuk, míg a játékvezető kibattyog a varkocsiba, ott megiszik egy kapucsinót, ahol megnézik. Tehát, hogy egészen nevetséges ítéletek születtek VAR mellett, és azért mondom, hogy ebben nincs tendencia, mert a spanyol bajnokságban látunk ilyet, angol bajnokságban látunk ilyet, ugye onnan a első fordulóban, ugye? És ott igen. Nem, hát ott mi jól jártunk. Ott, uh-huh. ott igen. De hogy egyszerűen akkor minek a VAR? Akkor hagyjuk már ezt az egész bohózatot. Nincs, az a baj, hogy a VAR-ról kell beszélni egyébként, hogy a VAR mit csinált, vagy mit nem csinált. Tehát mindig van valami a rossz szereplés mellett, mindig van valami ilyen szegény embert az Ági Súzza című történés, ami miatt még úgy sem megy a szertén. De most ebben most pont nincs szerintem olyan szempontból, hogy de okay, ez is bejött. Hát de Fiolát kiállították, utána megszerezte a vezetést a Fehérvár. Jó, oké, okay, kapott 2-t. Sok de a végén... miatt lesz hosszabbítás, 11, mert nem lehet volna varrozás, kikapunk. Nincs a 100. percben gól. Nem estünk össze egyébként, ha pozitívumokat keressünk a kiállítás után sem. És azt mondta egyébként Zselák is a meccs után, hogy, vagy igen, sajtótájékoztatón, hogy gyakorlatilag, amikor ugye egyenlített a csapat a 90 plusz 9. percben, és elvileg még volt hátra 2 perc, de ugye volt varrozás, de szerintem nyugodtan lehetett volna még 4 perc is, hogyha akkor így ebből indulunk ki, akkor azt kérdezték a játékosok, hogy mi legyen főnök, álljunk be védekezni, vagy menjünk támadni, támadjunk főnök. És mondta, hogy igen, támadjunk, akkor menjünk a 4-3-ért. Volt egy, ez egy jó hozzáállás, volt egy nagyon, nagyon őrült mérkőzés, Laci talán még emlékszik rá, bár már nagyon régen volt. Nekem az egyik első ilyen, nem első, akkor már azért nagyon régen jártam Vidi meccse, de mint újságíróként vagy kezdőként az egyik első élményem, ez amikor Jene Imre volt akkor éppen Parmalatnak nevezett videótonnak a vezetőedzője. Ez 94-ben volt, és az első fordulóban jött ide a Zalaegerszeg, egy Preisinger Sándor nevű játékos, akit senki nem ismert akkor, talán ők akkor jutottak fel, rugott itt 3 vagy talán 4 gólt, abban az évben váratlanul gólkirály is lett a fiatal Preisinger, és 4-4 lett a végeredmény, úgyhogy 4-1-re vezetett a Zalaegerszeg egyébként, és körülbelül hasonló élményként éltük meg, hogy hát mekkora öröm, hogy kiegyenlítettünk ilyen hátrányból, miközben játszottuk egy döntetlent egyébként a Zalaegerszeggel, ami önmagában nem egy olyan nagy eredmény, de most kicsit megint azt érzem, hogy kapaszkodni kell abba, hogy a 99. percben sikerült egyenlíteni, hogy a Puskás Akadémiánál is ugye az utolsó pillanatban sikerült egyenlíteni. Tehát ha már kell lélektani momentum, ahogy te is említetted, mert a tabellán az a helyzet, akkor jó lenne ezekből már tovább lépni, és akkor nem megint egy SMTK meccset hozni a következő hétvégén, hanem azt mondani, hogy jó, hát küzdöttünk, kapartunk, hajtottunk, szembeszélbe mentünk, és szereztünk egy gólt, meg egy pontot,
És akkor most megkeverni a mezőkövesd, vagy a kisvárdát, igen, a kisvárdát innentől kezdve. Kisvárda magnát szoktam mondani. Viszont jól mondtad, tehát most egy valamire felhívnám a figyelmet, amikor pont az előbb mondtam, a tavalyi az idei csapatot összehasonlítva. Nagyon beszédes volt, amikor a 3-3-at berúgtuk, az öröm. Jó, hát itt tényleg a jelenlegi helyzetünkben, meg a pszichológia, meg mindent mondhatunk meg, hogy milyen meccs volt, milyen második féldő, de hogy egy kupacba az egész játékosok, a kispad is, stb. Tehát, hogy örültek egymásnak mentek, egymást biztatták, és a meccs lefújása után is az, hogy közös együtt álltak. Emlékszünk azért tavaly olyan pillanatképekre, amikor darabokban voltak a játékosok jobbra, balra, szép kész. Szívizem, kiment az ellenfél szóltalai, az indegesi. Teljes ilyen agyi káosz volt tavaly, voltak ilyen pillanatok, szanaszét volt, nem érezted, hogy csapatod van, nem érezted, hogy közösséged van. Most a meccs lefújása előtt a gólnál is, és a lefújás után is, ez szerintem egy nagyon jövőre mutató pozitív kép lehet, ami történt a harmadik gólunk után, és ami történt a lefújás után is, hogy azért ezt a csapat úgy nézett, hogy együtt van. Hát itt jön be az a kérdés, ami figyelembe véve, ami itt mondasz, hogy a csapat egység ezek szerint megvan. Az, amit szintén te mondtál, hogy Gzselák habitus vagy hozzáállás váltása, talán ez a keménység, sokszor nem tudjuk elképzelni, de tényleg a labdarúgók néha jó, és szeretik is, hogyha kemény egy edző, és nagyon határozott, és nem ez a nagyon barát vagyok, nagyon jó fej, de minden szétfolyik a kezem között típusú edző. Szóval, hogy ebben a pillanatban akkor kellene edzőt váltani. De még mielőtt ezzel kapcsolatban kikérem a véleményeteket, térjünk vissza az elejére, Juhász Roland lemondása. Tomi, nem tudom, elmondhatod-e azt a háttérinformációt, amit te ilyen olyan háttérbeszélgetésekből hallottál ennek kapcsán? Mert én Szilárd nekem... hallotta, ő mesélte nekem. Ő tehet róla, bárkinek esetleg telefonálni valója van. Tehát, hogy a klub vezetésében, vagy vezetetlenségében láthatjuk-e azért nagyon sok történésnek az eredőjét? Most mire gondolsz? Hát arra, hogy például fölveszi a tulajdonossal a telefont, hát amikor a sportigazgató hívja. Hát állítólag, és ez ilyen, tehát ez is újságíró kollégáktól hallott info. Hát hogy gondolkodik? Vagy így van, vagy ezt nem. Ezt oknyomozó interjúkban úgy írják, hogy a forrásunk, megbízható forrásunk, vagy nevét megnevezni, nem kívánó forrásunk szerint. Így, tehát állítólag Juhász Roland kereste Garancsi Istvánt az SMTK mérkőzés után, hogy akkor váltsunk edzőt. És ugye állítólag ez már nem az első eset volt, hogy ez előfordult, és nem Juhász Rolandról van szó, hanem más korábbi Salecnál is így van, hogy kereste a tulajdonos, és nem vette fel a telefon, nem volt elérhető. Mondom, ez állítólag. Hogy ez valóban így van. Én azt gondolom, az én véleményemben kíváncsi vagy, én azt gondolom, hogy ez teljesen elképzelhető, ez a szituáció. És egyszer csak azt mondta Juhász Roland, hogy oké, akkor én ezt így ebben a formában már nem akarom. Mert azért, hogy óriási a teher rajta. Hozta Husztit, vagy együtt jöttek, teljesen mindegy, Husztit is az ő számlájára írják. Egyébként én beszéltem olyan volt videótól játékossal, aki szerint Huszti nem is volt annyira rossz. Zárójelben. Aztán hozta a Zselákot, akivel éppen hogy sikerült bennmaradni. És ugye az a hír, az is szintén ilyen zuhanyíradós hír, hogy ugye azért szívesen váltottak volna a nyáron, csak hogy egy olyan szerződés kötöttek Zselákkal, hogy abban az esetben, ha bent tartja a Fehér, röhely, ilyen szerződést kell kötni Fehérváron, hogyha bennmarad a csapat az NB1-ben, akkor automatikusan meghosszabbodik a szerződése. És hát ezt a nyáron már bánták. Mert hogy Juhász már akkor váltani szeretett volna. De mondom, ezek olyan zuhanyhíradós hírek, hogy vagy igen, vagy nem, de el tudod képzelni. És akkor most Juhász Roland azt mondta, hogy akkor neki ebből ez így elég. Hát és nyilván én megértem. Igen, azt is el tudjuk képzelni, ami szintén ugye csak efféle pletyka, hogy hát azért nem akármilyen anyagi kompenzációval járna, hogyha a Gzselák szerződését fel kellene bontani. Az már konkrétan nem pletyka, mert ugye kimutatások születtek, ez még az előző évekből, és nem Juhász Roland alatt, hogy milliárdos összeget fizetett ki az elmúlt évben, volt, hogy egy év alatt végkielégítésekre a csapat. A sportban, a futballban látjuk, nyugaton is benne van, hogy hosszú távra szerződtetett edzők évekkel azóta, hogy kirúgták, még kapják a fizetést. José Mourinho volt, hogy három különböző csapattól Di Matteo, kapott tíz év fizetést. Hogy hívták a Chelsea-nek az edzőjét, akivel megjelték a BL-t, a olasz csávó.
Igen. Na, én is hirtelen akartam, hogy te is. Ő ugyanígy járt. Tehát ő olyan békésen és nyugodtan ment el onnan, tudva, hogy hosszú évekig kapja még utána. Hát vagy most ugye Nagelsmann a igen. Csak nem mindegy, hogy egy olyan klubnál történik ez, amelynek éppen elment a főszponzora, meg vele együtt még ki tudja mennyi szponzor, mert ugye ez is hír volt a héten, hogy az egykori teli szponzorfal az most már gyakorlatilag üres, vagy majdnem az. Még hogyha lehet ezzel együtt, hogy magyar szinten azért van pénz a Vidiben. Tehát ez is egy szempont kell, hogy legyen, és nyilván egy sportigazgató, akinek ez a felelősség nyomja a vállát, egyetlen egy embert érezhet maga mögött, azzal együtt, hogy azt mondja Juhász Roland, hogyha kirúgom az edzőt, az még mindig az én felelősségem, akit hozok, az is az én felelősségem, de hogyha nincs aki e mögött, azt mondja, hogy jó, csináld, mert bízunk benned, és legfeljebb majd utólag téged kérünk számon, hanem azt érzi, hogy lebegek valahol, senki nincs, aki támogatta, akkor valahol ez érthető. Az más kérdés, hogy nyilván az ő munkásságának a megítélése is majd azért rosszabb távon fog megtörténni. Az szerintem még az érdekesség, hogy bár milyen kapcsolat van most Juhász és a felső vezetés között. Már nincs. Volt, már nem is kell. Bocsánat, volt. Tehát, hogy az nagyon fura szerintem, hogy egy klubhoz ezer szállal kötődő, és nyilván azért jött vissza ugye az elbocsátása után, amikor másodedzői pozíció töltöttek be gyakorlatilag, ugye Szabics alatt. A Torgellével, tehát visszajön, mert itt akar dolgozni, nagyon szereti a klubot, tényleg ezer szállal kötődik hozzá, hogy picit olyan, még ha körülmények ugye erre rá is játszanak, de ismerjük olyannak Rolit, aki föladná. Tehát szerintem még ez a kérdés is nagyon érdekes, hogyha nem érez semmi támogatást, és ha azt érzi, hogy minden kötél szakadt, akkor azt mondja, hogy jó, fölállok, és ezzel nincs mit csinálni, de egy olyan harcos típus, és aki annyira szereti a klubot, és itt volt, nem is tudom hány évig, és annyi mindent tettért, annyi mindent nyert vele. Ez nagyon fura, hogy valaki egyszer jó, csak azt mondja, hogy elég. Köszi. Jó, csak nyilván Juhász Roland azért fölépített egy olyan karriert maga mögött, vagy olyan karriert hagyott maga mögött, ami nagyon sok szempontból irigylésre méltó, és azt gondolom, hogy nyilván anyagilag is ő azért, és ugye egy értelmes emberről beszélgetünk, tehát nyilvánvaló, hogy már amikor az Anderlecknél Bajnokok Ligája csoportkörben szerepelt és bajnoki címeket szerzett, akkor gondolt a jövőre. Tehát, hogy nyilvánvaló, én azt gondolom, hogy ő úgy volt ezzel most, hogy gyerekek, hát azért hónap után nem kell elmennem a munkaügyi központba, hogyha itt most fölmondok, ott a feleségem, a gyerek, a család, az egészségem, kell ez nekem? És közben megadott esetben tényleg ez van, hogy nem érzi ezt a támogatást. Tehát ezzel csak meg akarom védni, tehát hogy oké, hogy egy óriási küzdő, és most akkor úgymond azt mondjuk, hogy föladta, mert lehet innét is nézni, vagy ellehetetlenült ebben a helyzetben, vagy egyszerűen tényleg azt mondta, hogy Én nekem az jut eszembe, és itt két szempontból lehet nézni a dolgot. Nekem az eszembe jut az a Juhászról, akit láttunk a pályán, az ellenfelek azért gyűlölték, mert olyan elképesztő vehemenciával egyrészt harcolt, másrészt állt ki mindig a csapatért a pályán, ami ellenfélként nem volt szimpatikus. Belement a harcokba, odament, lögdösödött, ha kell, kiállt, kőkeményen odalépett. Egy ilyen harcos ember, ez nyilván játékosként egy idol, és teljesen érthető. Egy kicsit ezt hiányolom most ebben a döntésben, mert hogyha ő valóban ezeket a karakterjegyeket villantaná sportigazgatóként, és azt mondaná, hogy ráadásul hogy egy olyan klubnál, amely neki is sokat köszönhet, de ő is sokat köszönhet neki, akkor küzdjön, akkor harcoljon, akkor legyen tökös, akkor mondja azt, hogy akkor meghozom a döntést, aztán majd utólag legfeljebb azt mondják, hogy nem kellett volna. Kicsit feladás íze van a dolognak. Másrésztről viszont itt mondom még egyszer azt, ha valakit bedobnak a mély vízbe, és Juhász Rolandnak a Fehérvár FC sportigazgatói pozíciója nyilván a legmélyebb víz, amiben jelen pillanatban úszhatott, akkor legyen ott az, aki azt mondja, hogy adott esetben segédkezet nyújtok, adott esetben nyugodtan csináld, itt vagyok mögötted, bízhatsz bennem, hozd meg a döntéseket, de ez a senki földjén lebegés, ez lehet, hogy valóban egy sportembert is. Vagy nyilván azt kellett volna mondani, hogy oké, Roli, akkor tessék, te vagy a sportigazgató, legyél olyan tökös, minden felelősség és döntési jogkör a tied. Hát főleg azok után, hogy Garancs István, aki fény évente nyilatkozik, a szezon elején egyszer csak adott egy ugye, hosszabb interjút, amiben azt mondta, hogy a Fehérvár FC-nek most már más polcon a helye, el kell felejteni a nagy célokat, itt most ki kell küzdenünk a bentmaradást. Tehát tulajdonképpen levette a terheket a vállakról ezzel, mert nem mondta azt, hogy az új sportigazgatónak vissza kell vinni az Európa Ligába a Vidit, hanem azt mondta, hogy hát, aki ment a MOL, szar a helyzet, most majd máshogy játszunk, vagy másért. Igen, csak ez is
is egy kicsit olyan volt, és akkor egy kicsit azért támadjuk őt is, olyan szempontból, hogy mintha már a szezon elején ő megmosta volna a kezét, hogy akkor innentől kezdve én kezemet mosom, és akkor így, Laci. Csak azért mondtam, hogy én pedig pont úgy értettem, hogy úgy éreztem, hogy ez helyes volt, hogy ezt kimondta abba tekintetben, hogy a reális, a valóságba beleérkeztünk, megérkeztünk, mert pont az is volt talán az elmúlt években kicsit a probléma, hogy marha nagyok voltak a szurkoló elvárások, mindenkinek a fejébe az a cseng, az a szintet lépünk mondat a mai napig mindenkinek a fejébe 5 éve ez jön. Na de most azt kimondták azt a mondatot, ezt nem a szurkolók találták ki, a névadásnál, ami óriási vihart váltott, ezzel próbálták nyugtatni a kedélyeket, erre hogy azt mondta, hogy ezt mondták, és mindenkinek magasan volt a szint, meg az elmúlt teljesítménye után. US-ról is visszatérve a kettősségre, hogy igen, örök küzdő volt, vagy pedig, hát igen, nem látjuk azt a háttér folyamatot, ami hónapokig esetleg ugye tartatott, hogy mi vezetett el idáig, mert másik pályán úgy küzdeni, hogy ott benn vagy, és ott tényleg te rajtad múlik minden, itt pedig, nem minden, legalábbis a saját teljesítményed, mindenképp a saját teljesítményed a pályán magadon múlik, itt pedig a saját teljesítményedet lehet, hogy másokon is múlik, és ott arrafele nem jó a kommunikáció, amire hát utaltunk, hogy a Salecnál is előfordult. Sőt, 30-40 embernek a munkáját, ha most a stábtagokat veszük ide, kell ahhoz, hogy te jó sportigazgató legyél. Nyilván kell ezt hozzá te is. Én egyébként szerintem, hogyha azt a részét nézzük, akkor a Vidi, ha kimondjuk, hogy és látjuk, hogy nincs a főtámogató, kevesebb a pénz, kevesebb pénzből igazolt, főleg ezt is mellé tesszük, de szerintem amúgy is a Vidi az elmúlt években a legjobb nyári átigazolási szezonon van túl. Mert ez a Karamoko, ez egy jó gyerek szerintem, jó futballista. Most jól mozgott, maradjuk annyiban. De hogy azért a... Ugye Linzben játszott, Köbenhávenben, ott oda azért nem visznek csak úgy valakit, tehát hogy azért nyilván tudjuk, hogy sérült volt. Hoztak végre egy jó kapust, Tóth Balázs személyében szerintem egy megfelelő játékos áll a gólvonalon, tehát szerintem nem igazolt rosszul. Hát Kalmár, hát szerintem ha Kalmár egészséges, akkor ebben az egész NB1-ben az egyik legjobb futballista. A szenzációs szerintem, és a maga néve. A hozzáállása, tehát a csávónak olyan hozzáállása van szerintem, hogy az elképesztő, és itt az Alegerszeg ellen is lehetett látni, hogyha most csak erről a meccsről beszélünk, de amióta, tehát hogy folyamatosan épül befele, fejlődik egy tehát úgy. És egy olyan posztra jött, amit évek óta szerintem Fehérváron számon kértünk, nem? Igen, hogy hol van a fazon szabász, nem? Van, itt igen. Van Kalmár Zsolt, válogatott szinten, szerintem olyan iszonyatosan jó lábbal, észre, mondom, ha nem sérül meg, és végig tudja nyomni a szezon. Hát persze. Hát, még ő se tudta, hogy én rúgtam. Még ő se tudta, hogy én rúgtam. Így van. De hát tavasszal, amikor visszatért a válogatottba, ugye? Vagy tavaly ősszel már összefolynak, akkor is egy óriási szabadrúgás gólt rúgott. Az a görögöknek tavaly össze talán. Hát nagyon jó játékos nyilván, és hát nem titkoltan azzal. Csak azt, ha ezt a részét nézzük, akkor hogy befejezem a mondatot, akkor Juhász Roland, mint sportigazgató, jól végezte a dolgát. Így van. Ugye Kalmár nem titkoltan azzal a célja jött, hogy felépítse magát, ami egyáltalán nem elvetendő dolog, hiszen ezzel a csapat is jól jár. És akkor csak egyetlen gondolattal ezt a garancsi szálat lezárva, azért tényleg vannak olyan háttérinformációink, akár olyan vendégtől, aki itt ült az asztalnál, és akkor még ugye éppen pozícióban volt, hogy nagyon nem könnyű a Fehérvár tulajdonosával együttműködni, akkor se, ha felveszi a telefont adott esetben, mert akkor meg lehet, hogy olyat mond, ami éppen homlok egyenes szembe megy a mindenkinek a szándékával. Nagyon-nagyon szeretném, hogyha egyszer erről majd nyíltan beszélhetnénk, vagy válaszolna a kérdésekre, de lehet, hogy ennek majd akkor jön el az ideje, amikor ő is egyszer távozik Fehérvárról. De egyébként ugye, és akkor ezt még szögezzük le, hogy nyilván Fehér, nem tudjuk, de azért nem biztos, hogy a Fehérvár... hogy a Vidi háromszoros bajnok lenne, meg Európa Liga csoportkörös, hogyha nem jön Garancsi István. És ugye az a dal, amivel üzen a klub, és ugye, vagy a szurkolótábor, ugye az is úgy indul, hogy Istenként jöttél, ugye? Ez az első mondat benne. Tehát, hogy ez viszont szerintem elvitathatatlan Garancsi Istvántól. Az, hogy nehéz vele együtt dolgozni, meg most mi a helyzet, ez nyilván egy másik lapra tartozik. Hát, amit majd tényleg csak történészek fognak föltárni, hogy amikor jött, akkor ő miért jött, és mennyire saját szántából jött, de az biztos, hogy neki is azért sokáig kézzel fogható, vagy érezhetően szívügye volt, és nagyon fontos volt az, hogy ez a klub jól szerepeljen. Gyakorlatilag 5-6 percünk maradt, úgyhogy már más témába szerintem nem is érdemes belekezdeni, ez pedig talán azzal kellene lezárni, hogy valóban akkor most mi a következő lépés. Van egy nagyon érdekes állapot, egy olyan klub struktúrában, amely az elmúlt jó néhány évben a sportigazgatóra volt szakmai szinten felhúzva, azt megelőzően nem, hiszen Mezei György egy személyben volt majd minden tulajdonképpen.
és ugye gyakorlatilag Kovács Zoltán előtt Burcsa Győző, de Burcsa Győző előtt nem volt sportigazgató, tehát ilyen szakmai felelőssége felruházott személy, de mondjuk, hogy most ez a klub struktúrája. Hogy érzitek, hogy fognak-e találni embert, aki ezt elvállalja, vagy megváltozik az egész, és hozni kell egy olyan menedzsert adott esetben, vagy edzőt, vagy azt mondanék Zseláknak, hogy akkor innentől kezdve a te kezedben van a gyeplő minden értelemben. Én ezt egy kicsit nehezen tudom elképzelni, viszont a személyi döntéseket sem tudnám megjósolni sem most már. Én tudnék egy nagyon jó embert, lehet, hogy még korai neki is, de en a monogramja, úgyhogy reméljük, hogy egyszer komoly pozíciót fog betölteni. Most iratkozott be. Igen, igen, októberben megy erre az UEFA tanfolyamra. Hirtelen gondolkoznom kellett, de a Németh Norbi a Vasasban játszott. De most már. Nem Ánya Nikolicsra gondolok egyértelműen az en monogrammal. Az más kérdés, hogy ebbe a helyzetbe kellene kiérkeznie, vagy pont ez a jó helyzet, vagy túl korai lenne, vagy késő, a Juhászról is sokan mondták, hogy korai esetleg az ő érkezése, és sajnálom, hogy így végződött. Szerintem kevés volt az az idő sportigazgatónként abban a pozícióban, hogy kialakítsa azt az egész atmoszférát, amivel ez működőképes lett. Nem tudtuk meg, hogy ő jó lenne ebbe a posztba, vagy nem lenne jó, szerintem ezt nem tudtuk meg. Tudom, hogy sokaknak ez nem tetszik, mert szintén a közösségi portálokon látom, hogy sokan ugye az ő távozását már követelték egyedül. Mindenkit követeli a szurkoló általában, mindig valami eredménytelenség van. Ez azért nem úgy működik, szerintem kár, hogy nem tudtuk meg, hogy mire képes ezen a szinten. Hát szerintem azt kell ténylegesen eldönteni, hogy kell-e sportigazgató, vagy nem kell. Kinek kellett eldönteni? nem nekünk kell nyilván eldönteni, de ha most Roli felállt idehozni valaki mást, aki megint majd mond valamit, és abból megint lesz valami, szerintem egy olyan koncepció... Vagy felveszik a telefont, vagy nem. Valószínűleg egy olyan koncepció kellene, hogy kisebb intervallumokban megszabni azt, hogy például, most mondok egy nagyon egyszerű példát, 5 mérkőzés múlva mi lesz, nézzük meg. Aztán nézzük meg, hogy mi lesz 10 mérkőzés múlva, de örökké nem lehet arra várni, hogy majd egyszer csak az lesz a következő meccs után, reméljük, hogy így lesz, de hogy már 2 győzelmünk van. Nyilván, tehát egy pozitív irányba kell elmondani, hogy ez nem megy. Ez a csapda ebben a helyzetben, hogy kiadhatsz te egy 5 mérkőzéses moratóriumot, de ki lesz az, aki dönt utána, hiszen jelenleg nincs, aki kirúgja, tehát természetesen hát tulajdonos. De van az ügyvezető, bocsánat, tehát van egy ügyvezető. Tulajdonos, valakinek aki itt meg kell fogni a gyeplőt gyakorlatilag. Pénzügyekkel foglalkozik. Jó, de és tényleg ez most egy olyan postakocsi, ahol a gyeplőt elengedtük egy kicsit, amit ugye lovak húznak, és akkor a lovak mennek valamerre, persze a postakocsin ülnek néhányan, aztán majd elzögykölődnek valamerre. De gyakorlatilag tényleg itt megpotyognak, ha az edzőkre gondolunk mindenképpen, de itt tényleg kell valaki, aki kézbe veszi az egészet, és felelősséget vállal, és ha kell, akkor el is mondja, hogy mi miért van. Tehát lehet menni Manchesterbe tanácsért. Hogyan válaszunk a csapat élére hatékony, játékos politikáért, taktikáért, eredményeket felelős szakembert? Vagy csúnya hangzik a Ferencvároshoz? De egyébként, hogy én azt mondtam többször is itt, hogy nyilván meg kell várni a válogatott szünetet. És ugye azt is mondtam, hogy ha de nagy Isten a Magyar Kupából kihullik a csapat, akkor az egyértelmű válasz. Ugye ez megtörtént, volt is változás, csak ugye nem olyan irányú, amire én azt mondtam, hogy ha kiesik a csapat az SMTK-val szemben, akkor Bartos Zseláknak lefőtt a kávé, és menni kell, bármennyire is szimpatikus a szakember. Ugye ez nem történt meg, úgyhogy, és emellett pedig van egy olyan mérkőzés, amit tényleg ez az Zalaegerszeg elleni nehezen tudsz értékelni a körülmények tükrében, mert én azt gondolom, hogy a Vidi összességében jobban futballozott, mint az Zalaegerszeg. A második félidő elején gyorsan bekapott gól, koncentráció, bármi, tehát hogy meg egyébként is abban volt mázli faktor abban a gólban, ahogy Kroázétól kipattant a szélre a labda, és az pattantott volna bárhol máshova is. De hogy 10 emberrel utolsó pillanatban játékrendszert váltott a Vidi. Szóval most nehéz azt mondani, hogy akkor tényleg rúgjuk ki. Bár nyilván lehet ezt mondani, csak most megint akkor meddig vársz, tényleg mire vársz, meg hogy most tényleg ki fogja meghozni ezt a döntést. Hozol egy új sportigazgatót, teljesen mindegy, hogy kicsodát. Annak az lesz majd az első döntése, hogy akkor kirúgja az edzőt, vagy olyat hozol, aki egyből tud, akivel egyből jön megint valaki. Szóval ez egy nagyon érdekes kérdés, főleg abban a tekintetben, hogy a Fehérvárról beszélünk, ahol az elmúlt években aztán tényleg minden megtörtént, és
És ugye itt tudjuk, hogy a bajnoki cím az egyáltalán nem garancia arra, hogy, hogy az ember a következő nyarat is itt töltheti, sőt, de hát még a dobogó sem, hiszen emlékezhetünk Horváth Ferire, Horváth Ferencre, aki ugye tudta ugyan, hogy szezon végéig szól a szerződés, de nem gondolta volna, hogy egy dobogós helyezés után őt elküldik. És mekkorát fordult azóta a világ, hogy most meg arról beszélgetünk, hogy de jó lenne a tizedik helyről elmozdulni fölfele. A magyar futballban legendás Savard beszólás szerint tudtam, de nem sejtettem. Tehát ez a körülbelül így történik minden a Fehérvárnál is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Ennek a történetnek nyilván még végtelen számú folytatása lesz, tehát a Dallas babérjaira törünk a Fehérváról folytatott beszélgetések kapcsán. Petrik Dáfi ugye itt volt a napokban, és gombolt is filmben szerepel. De ugyanakkor ne felejtsük, hogy tényleg a hétvégén már kezdődik a kosárlabdabajnokság, zajlik a jégkorong szezon, tehát azért ez a műsor is lesz majd nyilván sok színűbb, és lesz miről beszélgetni. Most ilyen foci is lett. Köszönöm szépen a vendégeinknek és a kedves nézőknek, hallgatóknak is a figyelmet. Viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.